Ma a gazdasági bizottságban Rogán Antal kabinetfőnököt és Varga Mihály pénzügyminisztert hallgattuk meg. Természetesen, mint minden évben elmondták, hogy Magyarországon minden rendben van. Fantasztikus, hogy mennyire megemelték a minimálbért 20 000 forinttal, és az összes többi hazugságot elmondták. Mi ellenzéki képviselők természetesen szembesítettük a hazugságaikkal őket, de nem reagáltak. Rogán Antalt külön megkérdeztem, hogy mit szól ahhoz a beadványomhoz, mely abban az esetben kötelezővé tenne az oltást, hogyha a gyártók vállalnák rá a hosszú távú garanciát. Az átoltottsághoz nagyon fontos lesz a következőkben annak nézést, hogy az emeltetődünk az országban, nyilván természetesen ez a turizmusra is kihat. Rogán Antal elismerte, hogy a kérdésnek van létjogosultsága, de egyelőre nem látják úgy, hogy ez a kérdés támogatandó lenne. Márpedig az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom szerint akkor tudunk túl lenni a járvány okozta problémákon, hogyha kötelezővé tesszük az oltást, és Magyarországon elérjük a 100%-os beoltottságot. Én ezért fogok harcolni. Varga Mihály meghallgatásán az is kiderült, hogy Matolcsy Györggyel Varga Mihály nem ért egyet. Valamiféle jó zsarú, rossz zsarú szereposztásban egy cica harcot adnak nekünk elő a magyar gazdaság állapotjáról. Elég borzasztó, hogy totálisan hülyének néznek bennünket. Nagyon-nagyon remélem, és tényleg azért fogunk harcolni, hogy jövő áprilisban most már ne ők vezessék az országot, és olyan emberek üljenek a pénzügyminiszteri poszton, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnökeként, akik komolyan veszik a munkájukat, komolyan veszik a magyar állampolgárokat, és azért dolgoznak, hogy Magyarországon minimum 250 000 forint legyen a minimálbér.